sziasztok! Üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon! Itt vagyok a Davis-szel, ahogy látjátok, ugyanis készülődünk. Nem máshol vagyunk, mint a Movie World-be, valószínű, hogyha nem lesznek túl sokan. Aki nem tudja, hogy mi az a Movie World, az egy ilyen vidám park, mi nálunk itt a Gold Coaston, és úgy döntöttünk, hogy ma délután oda fogunk elmenni. Amúgy itt vagyunk a számítógépes asztalnál, ugyanis én most elővettem a kamerát, beleraktam az akkumulátort, a memóriakártyát, ja gyere, aztán jött a Davis is, hogy ő is akar rajt lenni a videón. Amúgy nem máson a kezében, mint ilyen Transformers, látod? Ilyen Transformers. A múltkor azt mondja, hogy a McDonald's-ba kaptuk, a Lucas kapta, azt hiszem. Valószínűleg jön ez az új, jön az új Transformers film nem sokára? Én azt hiszem, hogy jön, nem? Lehet, hogy azért osztogatnak megint ilyen Transformers-eket. Aztán lehet, hogy régről megmaradt. Ki tudja, lassan elkészülődünk az időjárás, mutatom, látod? Elég jó, egy kicsit felhős, de még mindig meleg van. Megszokottnál még melegebb van szerintem. Általában ilyenkor az idő egy kicsit leszokott hűlni, nincs ez a nagy izzadós idő, de ebben az évben még mindig ilyen izzadós, meleg idő van. Úgyhogy, amit elkészült a család, hozva, mit csinálsz? Kész vizet? Tessék! Kamerát visszatesszük, ez a Davis látott kamerája. Amit mondtam, ez volt régen a Lucas kamerája, amúgy nem működik. Nem Lucas, nem hiszem, hogy működik már. Mit? Itt, tessék. Éppen be lesz kenve a Lucas. Mivel vagy bekenve? Hogy ne égjél le, minek hívják azt? Nem. Napteljel, mit mondasz? Mikor kaptam ezt? Ezt mikor olyan 2-3 éves voltál, azt hiszem, ez ilyen gyerek videókamera. Mit? Filmeztem vele? Hát néha szoktál vele filmezni, de úgy szokott, hogy így össze-vissza ugye rázta mind a gyerekek, mind a Davis. Te hol találtad azt? Adod ide. Majd a mami ráteszi, jó? Add ide. Add ide. Ugye a Davis most abban a korban, hogy figyelni kell rá, bár mindig ugye figyelni kell rá, de hogyha csöndben van, ugye itthon vagyunk és csönd van, akkor az nem lehet más, mint valami olyat csinál, amit ugye nem szabad neki. Például tegnap csönd volt, egy ilyen 20 másodpercig csönd volt, úgyhogy furcsa volt, elkezdtük keresni a Davis-t, mert nem láttuk sehol se, és benn volt ott benne a fürdőszobában, zuhanyozott, hidott az ajtót, már nem zuhanyozott, de oda leült és egy pancsolt, mert a feleségem vagy én nem is tudom, akkor végeztünk a zuhanyzásra, egy kicsit vizes volt az alja, oda belült és ütegette a vizet, biztos melege volt, de figyelni kell rá, mindig nagyon figyelni kell rá, mert nagyon sok hülyeséget ilyen ki tud találni. Davis, mit csinálsz? Motorral megyünk vagy autóval? Motorral? Ez a Batman autója, vagy motorja. Nem is tudom, ez autó, vagy motor, négy kerekű. Nem még megnézni a Batman-t, ugyanis ott lesz a Vidám Park, ugye ez ilyen filmes Vidám Park, csak azért mondom, hogyha valaki ugye új a csatornán, ott lesz a Batman, a Superman, a... Nem is tudom, kicsoda, ugye? Ilyen szuperhősök vannak ott. Lukasz, milyen szuperhősök vannak még? Én nem tudom, sok még. Sok, mindenféle fajta. A Green Lantern, no minden, ma meglátjuk. Úgyhogy azt mondom, hogy lassan kész vagyunk, én is beklem magam ilyen naptejjel, és elindulunk. Nem sokára odaérünk, én kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesznek, ugyanis múltkor, mikor jöttünk, mikor voltunk itt, egy 3 hete? Még az iskolai szünet volt, és mennyien voltak? Rettentősek van, a füvön álltak az autók, mindenhol álltak az autók. Azt, hogy mondtam, és nem hiszem, hogy filmeztem, de mondtam nektek. Ugye most már visszament mindenki az iskolába, meg a nyarásból hazamentek. Ma meglátjuk, de mondtam úgy közben, hogyha megint olyan nagyon sokan van, akkor nem akarunk sorba állni másfél-két órát egy hullámvasút, hogy menjünk egy ilyen 30 másodpercet. Amit itt a Bettenwald oldalt, lehet, hogy nem lehet látni a fás nevényzettől. Ahogy elnézem, ott sokan vannak, bár jó az idő, lehet, hogy mindenki úszni akar. Lehet, hogy nekünk is oda. Nem oda kellett volna inkább menni a Bettenwald? Ne. Jó van, akkor menjünk a Movie World-be. Amúgy jövő héten, vagy valamelyik hét hétvégén lehet, hogy elmegyünk a Seaworld-be, úgyhogy ott is régen voltunk, nem Lucas? Körülbelül, még karácsony előtt, hogyan mondani, karácsony előtt. Na várjál, mutatom neked, átvegyünk itt a lámpára, lejöttük az autópályáról. Elfordulunk, és mindjárt kiderül. Amúgy ide építenek egy új hullámvasutat ide oldalra, látod? Hogy mikor készül el, fogalmam nincsen. Na várjál, befordulunk. És... Hát nem sokan vannak, oda néz! Látod? A parkoló, lehet, hogy innét nem látni annyira. De nem sokan vannak a parkolóban. Megjöttünk, látod? 100%-es a bejárat. Ja, 100%-on megyünk. Arrafelé vannak autók, azért van sok autó ott a túloldal, de ezen a felén senki. Úgyhogy azt mondom, hogy szerencsénk lesz. Na várjál, le kell lassítani, 20-as tábla van kint. A végén valakit elütünk. Hol fordul? Itt befordulunk, aztán ezen a felén megyünk mi be.
Várjál, ne lassítunk most, olyan, mintha Magyarországon lennénk, a rossz oldalt megyünk az úton, látod? Vagy nem a rossz oldalt megyünk, mert ez egy kétsávos, egyirányú út, csak mondtam, olyan furcsa. Ugye én azt hiszem, hogy átmegyek a másik sávba. Úgy biztonságosabban érzem magamat. Bár senki nem jelent szemben egyirányú az egész, de azért mégis. Na, hol álljunk meg? Jó, messze mindenkitől, nehogy az autónak véletlen valaki neki menjen. Itt befordulunk? Ide befordulunk. A múltkor ez az egész tele volt, és ott kint, az a füves részén még ott is álltak rettentő sokan. Na minek? Úgyhogy mi most itt leparkírozunk valahova, és bemegyünk a Movie World-be. Csak azt nézem, hova ide állunk. Ott van le bent szemben, látod? Ott megy a hullámvasút. Nézd, az a brillantenes. Ülnekben. Ja, múltkor ugye ez megállt megint. Ez körülbelül havonta egyszer megáll, az emberek ott beragadnak, és nem tudnak kiszállni egy ilyen fél órán keresztül. Na innen, amúgy ott a bejárat. Úgyhogy autót megállítom, hozzuk a babakocsit, és indulunk. És a feleségem és a Lukács bementek erre a Scooby-Doo hullámvasút, az ilyen bentúbb hullámvasút. Tető meleg van, te ilyen nagyon izzadós az idő, úgy járkáltunk egyet körbe-körbe, ugye? Úgyhogy ezután nem tudom, hogy mit csinálunk. Mit láttál? Kutyát? Nincs itt. Ja, a Scooby-Doo-t! Hallottad, hogy ott egyet? Ott a Scooby-Doo. Oda van lerakva arra a táblára. Ja, kis kutyus. Ezután valószínűleg elmegyünk, nem tudom, lesz valami gyerekes, valamit megnézünk. Vagy pedig bemegyünk itt erre a részre. Oda be! És ott vannak ezek a szuperhősös Superman meg Joker. Megnézzük őket? Hm? Bemegyünk? Na nézd, megjöttek! Na milyen volt, Lukács? Még mindig jó? Mi a, beverted a fejedet? Százszor! És még mindig jó? Ugye megyünk tovább, mire megyünk most? Nem tudod? Na minek? Sétálunk tovább, azt hiszem. Azt mondta Lukács, ez lesz a következő ez. Látod, ez így felmegy, lemegy, oda bele kell ülni. Ezen voltunk egyszer, ugye? És tetszett nekünk. Na várj, körbe kell menni a túloldalra. Ez a Joe. Ki ez? Mindig elfelejtem a nevét. Ez a Bizarro. Tudod volna? Az a Metal Evil Superman. A comic book. He was in the comic Révisznek rettentően tetszett. Most hova megyünk? Átmegyünk a gyerekes részre, és ott is közben nézünk ilyet, hát ha Révisz valamire ugye fel tud ülni. Látod, ott van átul bent ez a gyerekes rész. Itt vannak ilyen kisebb hullámvasút, meg az ő korosztályának ilyen 2-3 évestől egy pár ilyen kisebb dolog. Úgyhogy ide bemegyünk. Na milyen ez a hókristály, vagy mit teszel? Ezt a jégkását? Látod, ez ilyen másfajta jeges, és le van öntve eperrel, epres valamivel? Végülis a jég az egész, a Lukács a rettentően szereti ezt. Gyere, menjünk le a napra, mert nagyon meleg van. Megjöttünk a vonathoz. Na mi a helyzet? Mi? Hogy tetszett a kalitka? Beleültünk az előbb abba a sárga csipicsörös kalitkába. Ott abban a háttérben. Davis nagyon élvezte, amúgy most itt meg járkál körbe-körbe. Most, hogy visszaadjunk a másik részre, ugyanis a Lukács itt nagyon nem akar felülni egy semmire, mert ezek ilyen kisebb gyerekeknek valók. De ahogy nézem, mint a Davis menne vissza oda, arra kalitkásra. We'll be right back.
Úgyhogy most nem máshol megyünk, mint elmegyünk a szüleimhez, aztán utána hazamegyünk, ami rettentő meleg volt. Vagy még van, még mindig rettentő meleg van. Nem, Lukasz? Melyik volt a kedvenced ma? A szokásos még mindig a Scooby-Doo? Nem. A nem, az új. Az új? Ja. Az új, az az új, amit nem tudom, hogy a feleségem filmeztem, vagy nem, ugyanis én mentem rá a Lukaszra, azt mondom, hogy nem filmezett a feleségem, de az így beleülsz, és így körbe-körbe, feljel, lefelé megy, csak, na mire. Én szeretem azt, meg a Superman, bár a Superman-re nem mentünk, ugyanis a Lukasz arra sajnos még nem ülött rá, mert 100 mennyi, 40? Ja. 140-nek kell. Mondjuk 136. 136 centi. A Lukasz 140 centinek kell, hogy meglegyél, ugye, hogy rá tudjál ülni, különben nem engednek. Hogy minden ilyen vasútnak, ugye, hullavasútnak, vagy ilyenek megvan, hogy hány centinek kell, hogy legyél, hogy ráülhessél. Na mi nem, ugye közben mi elindultunk, befutunk a szüleimhez, aztán megyünk haza. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, úgyhogy én azt hiszem most nem másról csinálni, hogy el fog menni és lezvanyozni, és rettentő meleg volt ugye egész nap, ugye egész után kint voltunk ugye abban a Mújőrbe, és ugye nem volt semmi légkondis hely, ahova be tudnál menni, mert az egész ilyen nyitott, kivéve megy ugye a hullámvasút, de az abban én nem mentem, mert a feleségem ment be a Lukaszra, ugye ebbe a Scooby-Doo-sba. Ez a Scooby-Doo az ilyen sötét hely, és megy benne a hullámvasút össze-vissza lefel mindenfelé. A Lukasz rettentően szereti, meg a feleségem is az egyik kedvencük. Úgyhogy azt hiszem, hogy elmegyek és lezvanyozok, mert tisztára ilyen izzadt vagyok, aztán nem megy, majd gondolom a Davis is, a feleségem is, mindenki, kivéve a Lukasz, ugyanis az most a szüleiminél van. Szombaton ugye, ilyenkor szokott aludni, szombaton a szüleiminél. Ugyanazt a mai videót én azt hiszem, hogy most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni attól, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, és próbáltam egy kicsit lassabban mondani. Sziasztok!